Áldást adjon. Satan is angry. Sátán haragos. He wants to grab us. Meg akar minket ragadni. But tell him that I don't want to hold on to this evil life. De mondjátok neki azt, hogy nem akarok ebben a bűnös életben részt venni. Tell the Lord I renounce Satan and all his evil plans. Mondjátok Istennek azt, hogy ellene mondok a sátának és minden átkos cselekedetének. Tell the Lord I ask for forgiveness for my sins. Kérjétek Istentől bűneitek bocsánatát. Tell the Lord I accept you as the savior of my life. Mondjátok az Úrnak, hogy Istenem elfogadlak téged, hogy életem megváltóját. Együtt a szentekkel és az angyalokkal. Énekeljünk együtt és dicsőítsük Istent. Tekintsetek Jézusra, az összes megtörtségetekkel együtt. There is no other place from where we can receive peace and joy in our life. Nincs más, ahonnan békét és örömet kaphatnánk. Psalm 34:5. 34. Zsoltár, 5. vers. Nézzetek rá. Look at him and be radiant. És legyetek, világ, ragyogjátok az ő fényét. You will never be put into disgrace. You will never be put into shame. Soha nem fogtok megszégyenülni. Look at Jesus. Tekintsétek Jézust. All of you may profess your faith. Mindannyian valljuk meg hitünket. That is a powerful weapon to cast out the demons. Ez nagyon hatásos eszköze annak, hogy kiűzzük a gonoszt. For all the questions I ask you, you may give an answer after the translation. A fordítás után minden egyes kérdésre válaszoljunk. Yes or no answer. Igen vagy nem válaszokat fogunk adni. Do you believe in God the Father? Hiszek-e Istenben az Atyában? Do you believe in Jesus the Son? Hisztek-e az ő fiában, Jézus Krisztusban? Hiszünk. Do you believe in the Holy Spirit? Hisztek-e a Szentlélekben? Hiszünk. Do you believe Jesus died for you? Hiszitek-e azt, hogy Jézus meghalt értetek? Hiszünk. Do you believe that Jesus is risen from the dead? Hiszitek-e azt, hogy Jézus feltámadt a halálból? Hiszünk. Do you believe that Jesus is alive today? Hiszitek-e azt, hogy Jézus Krisztus ma is él? Do you believe Jesus is present in the Holy Eucharist? Hiszitek-e azt, hogy Jézus jelen van az oltári szentségben? Hisz. Do you believe that he can heal you? Hiszitek-e azt, hogy ő képes meggyógyítani titeket? Do you believe that he can save you? Hiszitek-e azt, hogy meg tud titeket váltani? Do you believe that he will forgive you?
hiszitek-e azt, hogy megbocsát nektek? Yes. Do you believe that Jesus is visiting your house and family right now? Hiszitek-e azt, hogy Jézus éppen most ellátogat a ti házatokba? Are you ready to renounce him and Satan? Készen álltok-e arra, hogy ellent mondjatok a sátánnak? Are you ready to renounce him and Satan? Készen álltok-e arra, hogy ellene mondjatok a bűnnek és a sátánnak? If yes, open your mouth and praise God now. Hogyha ezt valóban hiszitek, akkor hangosan dicsőítsétek is. Hangosabban. Hangosabban dicsérjétek Isten. Hívjátok segítségül Jézus nevét. Hangosabban. Kérlek, álljatok föl. Forduljatok egymással szembe. Ha ketten egymás mellett álltok, forduljatok egymással szembe. Listen what I say, only do what I say. Tegyétek azt, amit mondok. Face to face each other. Forduljatok egymással szembe. I do not ask you to do anything else, just stand there. Csak álljatok. Close your eyes. Csukjátok be a szemeteket. Remember in your heart. Emlékezzetek a szívetekben. All the people who hurt you. Mindazokra, akik bántottak titeket. All the people who brought pain in your life. Akik keserűséget hoztak az életetekben. Maybe even childhood experience you can remember. Akár emlékezhettek gyerekkori sérelmekre is. Maybe school days. Iskolából. Maybe youth days. A korai fiatalkorotokból. Any time of your life. Életetek bármelyik szakaszából. Any painful event. Bármilyen fájdalmas eseményre. Any sorrowful event. Bármilyen szomorú eseményre. Any unforgivable event. Bármilyen megbocsáthatatlan eseményre. Any person. Any person. Bármilyen személyre. Who hurt you? Aki bántott titeket. Or whom you hurt? Akit ti bántottatok. Abuse or misuse? Aki visszajött a helyzetével. Remember all such people, place and persons. Emlékezzetek minden ilyen helyre, minden ilyen helyzetre és minden ilyen személyre. The Lord wants to bring healing to those relationships. Isten gyógyulást akar hozni az összes ilyen helyzetre. Az összes ilyen szituációra. Mindannyian emlékezzetek Jézus vérző arcára. A lelki szemeitekkel próbáljátok ezt a képet felidézni. A vér, ami értetek ontatott. Tövis koszorúval koronázott fej. Ő azt mondja, szomjazom. Szomjazom a szeretetetekre. Szomjazom a szomorúságotokra. A lelketekre. Ha ez lehetséges, akkor az egyik őtök térdeljen le. One may kneel other person. És a másikotok álljon. Those who kneel down, remember all the people who hurt. Az, amelyikőtök térdel, emlékezzen az összes emberre, aki bántotta. Your spouse, children, family, friends. Ezek lehetnek barátok, házastárs, gyermekek. Az eddig életetekben bárki. Be ready to ask for forgiveness. Készüljetek fel arra, hogy megbocsátotok. Those who are standing there, you're standing in the place of Jesus. Aki áll, az pedig Jézust jelképezi. Ready to forgive us, Jesus forgive.
készüljetek fel arra, hogy, hogy úgy megbocsássatok, ahogy Jézus bocsátott. Aki áll, azt tegye mindkét kezét a másik embernek a vállára. Nem csak egy embernek a vállára teszed most a kezedet, hanem ez az ember az összes olyan embert jelképezi, akiket bántottak. És most éppen megbocsátasz neki. Éppen imádkozol értük. Hangosan mondják utánam a térdeplők a következőket. Uram Jézus, bocsánatot kérek. Hangosan mondják azok, akik térdelnek. Lord Jesus, I am sorry. Uram Jézus, sajnálom. Lord Jesus, I am sorry. Uram Jézus, sajnálom. For hurting and wounding others. Sajnálom azt, hogy megbántottam másokat. I ask forgiveness. Kérem a bocsánatodat. Those who stand and repeat after me. Azok, akik állnak, ismételjék utánam hangosan. Lord Jesus, I forgive. Uram Jézus, megbocsátok. All those who hurt me. Mindazoknak, akik bántottak. I bless them. Megáldom őket. I pray for them. Imádkozom értük. Lord, have mercy on them. Uram, irgalmaz nekik. Akik állnak, azok emeljék fel a kezüket. Those who stand there, lift up the other person. Bocsánat, emeljék fel a térdelőnek a kezeit. Fogják meg a kezét, a térdelő kezét, és emeljék fel, fogják meg a kezét. Maradjatok térdelő. You are not understanding what I tell. Those who are standing there, tell them to lift up the other person who is kneeling down. Bocsánat, emeljétek föl, aki áll, az mondja azt a térdeplőnek, hogy álljon föl. Az, aki állt, rajzoljon egy kis keresztet annak a homlokára, aki térdelt. Azok, akik álltak, azok most térdeljenek le. És állva maradnak azok, akik eddig térdeltek. Akik állnak, tegyék a kezüket a másik embernek a vállára. Emlékezzetek mindenkire, akit eddig bántottatok az életetek során. Emlékezzetek arra, hogy Jézus hogyan bánt ezekkel az emberekkel. Kérjetek bocsánatot azokért, akik térdelnek. Ismételjétek utána. Lord Jesus, I am sorry. Uram Jézus, nagyon sajnálom. Uram Jézus, nagyon sajnálom. For I have hurt my brothers and sisters. Hogy megbántottam másokat. And thereby I have hurt your heart. És így a te szívedet sértettem meg. Forgive me, Jesus. Bocsáss meg nekem, Jézus. Bocsáss meg nekem. Those who stand there, repeat after me. Akik állnak, ismételjék utánam hangosan. Lord Jesus, I forgive as you have forgiven me. Uram Jézus, megbocsátok, ahogy te is megbocsátottál nekem. Lord Jesus, I bless all those who hurt me. Uram Jézus, megáldok mindenkit, aki engem bántott. Lord Jesus, I pray for all those who hurt me. Uram Jézus, imádkozom mindazokért, akik engem megbántottak. Jesus, I bless all my enemies. Uram Jézus, megáldom az összes ellenségemet. Those who stand there, hold the hands of their person, lift up their person. Akik állnak, azok fogják meg a térdelőnek a kezét, és emeljék föl. Jézus emel föl most titeket. És akit felsegítettetek, azoknak a homlokára rajzoljatok keresztet. If you're a man,
a házaspárok összeölelkezhetnek. If you are married couple, if you are married couple, you can hug it from the other. Hogy csak a házaspárok, a többiek nem. Egyébként, akik nem házasok, azok fogják egymás kezét, és csak álljanak egymás mellett. Pray for each other. Imádkozzatok egymásért. Turn to the altar. Forduljatok az oltár felé. Look at Jesus. Figyeljétek Jézust. Jesus is coming. Jézus itt van. He's smiling at you. Ő rátok mosolyog. Because he's obedient. Mert engedelmeskedtetek neki. You don't listen to him. Mert elfogadtátok őt. And the Lord has brought the bondage in your life. És Isten véget vetett a megkötözöttségeknek az életetekben. Ezek az áldásnak a napjai. These are the days of healings. Ezek a gyógyulásnak a napjai. These are the days of anointing. Ez a felkenésnek a napja. The biggest gift in our life is Holy Spirit. A életünknek a legnagyobb ajándéka a Szentlélek. We need His help. Szükségünk van az ő segítségére. Jesus defeated the devil by the power of Holy Spirit. Jézus a Szentléleknek a segítségével győzte le a gonoszt. Jesus carried the cross by the power of the Holy Spirit. Jézus a keresztet a Szentléleknek a segítségével hordozta. A Szentléleknek az erejéből támadt. Jézus gyógyított, de ez csak a Szentlélek erejéből támadt. Jézus egész életét a Szentlélek vezette. Ezért ígérte mindannyiunknak. Do not leave Jerusalem. Ne hagyjátok el Jeruzsálemet. But wait for the promise of the Holy Spirit. Várjátok meg a Szentléleknek az ígéretét. This is your Jerusalem. Ez a ti Jeruzsálemetek. This is the Jerusalem the Lord wanted to wait. És az Úr azt akarta, hogy itt várjatok, ez a ti Jeruzsálemetek. This is the power of the Holy Spirit. Itt fogjátok látni a Szentléleket. How much to wait? Mennyi ideig kell várni? Ask the chance to receive the Holy Spirit. Kérjétek a Szentléleket. Pentecost happened after 50 days of the resurrection. A feltámadás után 50 nappal történt a Szentlélek eljövetele. They were waiting together with Mary. Máriával együtt vártak. Every day come to your church. Minden nap gyertek el a templomba. Whenever possible, make the blessing of your parish priest. Amikor ez csak lehetséges, akkor kérjétek a plébános áldását. Make a good confession. Menjetek el gyónni. You will experience a transformation. És változást fogtok tapasztalni. Acts of the Apostles 1:8. A apostolok cselekedetei első fejezet 8. You will see the power of the Holy Spirit. Meg fogjátok kapni a Szentlélek erejét. You will become my witness. A tanúim lesztek. Why Holy Spirit is coming upon us? Miért jön le ránk a Szentlélek? Two reasons. Két oka van ennek. Number one, to sanctify us. Az első, hogy megszenteljen minket. Number two, to empower us. A második, hogy felhatalmazzon minket. To empower us to become evangelists. Arra ad nekünk hatalmat a Szentlélek, hogy evangelizátorok legyünk. To preach the word of God. Hogy Istennek az igéjét hirdessük. Hogy meggyógyítsuk a betegeket. Hogy Jézus nevében kiűzzük a gonoszt. Desire for that. Kívánjátok ezt a szívetekbe. Kérjétek a Szentlélek ajándékát. A Szentléleknek az erejét kérjétek. Letérdelhettek. Aki nem tud letérdelni, az marad a tálba. You can pray comfortably. Úgy imádkozzatok, ahogy ez nektek kényelmes. Our life should not be the same. A nyelvünk nem lesz ugyanaz. We don't want yesterday's life. We do not want yesterday's life. We do not want yesterday's life. Nem akarjuk a tegnapi életünket. We want a new life. Mi új életet akarunk. He has promised a new life. Megígérte nekünk, hogy új életünk. Mindent újjá teszek. Isaiah 43:18. Do not remember the things of the old. Izaiás könyve szerint ne emlékezzetek a régire. I am making everything new. Mindent megújítok. Jesus is renewing our life. Jézus megújítja az életünket. Remember your marital covenant. Emlékezzetek a... Remember your marital covenant. Emlékezzetek a házassági eskütökre. Renew it right now. Most ezt újra megfogadjuk. Renew it right now. Renew it right now. Fogadjátok meg újra. And your commitment to your children. És a gyermekeitek felé a elkötelezettséget. És mondjátok a házastársatoknak. Very often God gave us lot of inspirations.
Az Úr nagyon sokszor a házastársunk keresztül ad nekünk kijelentést, és nem engedemeskedünk Istennek. Kérjetek megbocsátást, imádkozzunk erőért. A Szentlélek erejéért. Ahogy együtt éneklünk. Egy új életért. A lélekben való életért. Légy szíves, énekelj. Fogadjátok az áldását. Kérjétek a Szent Lelket. Ne csak magatok számára, a családtagjaitoknak. Nézzétek Jézust és kérjétek. Köszönjük meg Istennek, és tapsoljunk. Kérlek, álljatok föl! Álljatok föl.
Köszönöm, hogy ezt a lelki gyakorlatot nyitott szívvel csináltatok. Isten megáldott titeket és a családotokat. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Nagyon szépen köszönjük a plébános atyát, és köszönjük neki. És köszönjük szépen a csodálatos zenei szolgálatot. És a fordítást. And also Dr. És az egész Gregor családnak. And all of you. És mindenkinek, aki itt jelen van. May God be with you. Istennek legyen dicsőség. És most egy nagyon jó kis pörgős dalt fog énekelni nekünk a zenei szolgálat. És most ebben a pillanatban tapsolni fogunk és megköszönjük Istennek a mai napot. Az angyalokkal egyesülünk ebben az örömben. Nem menjetek haza fanyaruképpel, hanem vidáman menjetek haza. Ha lássák a családtagjaitok azt, hogy honnan jöttök. Hogyha látom a mosolygó arcokat, akkor boldog vagyok. Énekeljünk.